Sokszor ér bennünket, úgy gondolom, hogy alaptalan vádaskozás a tekintetben, mintha Magyarország abban a menekült válságban, abban a migráns válságban, ami kibontakozott az elmúlt években Európa határán, a Közel-Keleten, Észak-Afrikában, és most már ez a válság, ez bizony terjed kifelé a úgynevezett szubszaharai régió felé is, mint hogyha nem mutatna elég szolidaritást többi országgal. Én szeretnék felsorolni néhány intézkedést, mielőtt Püspök úrnak a kezdeményezésére reagálnék, amelyek azt mutatják, hogy Magyarország nem csak jelen van a térségben, hanem igyekszik a szolidaritását, a magyar kormány szolidaritását humanitárius akciókban való részvétellel is kifejezni. Tehát az a szolidaritást, amit mi menekült ügyben elsősorban egyébként az ott élőkkel kapcsolatban érzünk, azt próbáljuk konkrét akciókban is bemutatni. Az egyik fontos jelenlét az amikor fölajánlásunk van 5 millió euró tekintetében arra, hogy Szíriába építsünk egy kórházat. A másik fontos fölajánlásunk az, hogy az európai határvédelemben, a Frontex keretében magyar katonákat ajánlunk ebbe az ügybe, már 20-an hamarosan megkezdik a görög határon a szolgálatukat, 70 ilyen katonát ajánlottunk. Erbilben is van egy jelentős katonai missziónk, akik a kiképzésben segítenek, és ami aztán konkrétan humanitárius cselekedet az az, hogy az elmúlt évben és a 2015. évben 3 magyarországi segélyszervezetnek 200 millió forintot adtunk, elsősorban a határok mentén végzett szolgálata, tehát a magyar határ két oldalán azokra a feladatokra, amelyek plusz humanitárius segítséget jelentenek. Fontos elmondani azt, hogy a magyar kormány a menekült ügyjel, a migráns ügyjel foglalkozó minden szervezet betartotta az Európai Uniós és egyéb menekült ügyel kapcsolatos rendelkezéseket, tehát ez azt jelenti, hogy Magyarországon minden menedékkérő megkapta azt az ellátást, amit neki a nemzetközi szerződések, előírások, szabályok előírnak. Ezen túl van az a több száz millió forintos támogatás, amit a segélyszervezeteken keresztül juttattunk el hozzájuk, amikor olyan krízis helyzetekbe próbáltunk nekik segíteni, amikre nem feltétlenül kész egyébként a menekült ellátórendszer.